Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Dobos Rita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szekszárdi szüreti napok, 4 napon keresztül színes programkavalkáddal készülnek a szervezők. Játékos feladatok az iskolákban, projekthetet tartanak a Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben. Barátságos járdaavató derbi, megújult környezet várja a bonyhádi gyerekeket. 16 kémény tűz augusztus végéig, sok gondot okoznak a füstelvezetők, pedig van ingyenes segítség. Szeptember 14-e és 17-e között rendezik meg Szekszárdon a szüreti napokat. A szervezők színes programkavalkáddal készülnek a 4 napon át tartó rendezvényre, amely egyébként kulturális és gasztronómiai élményekben is bővelkedik majd. Szeptember 14-én kezdődik Szekszárd egyik legjobban várt, hagyományosan már több évtizede megrendezésre kerülő eseménye a szüreti napok. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondja, az elmúlt évek számos nehézséget hoztak, ezért idén rengeteg időt és energiát fektettek a rendezvénybe annak érdekében, hogy minél élvezetesebb legyen ez a 4 nap a látogatók számára. 4 napon át csütörtöktől vasárnapig Szekszárd a legszebb arcát fogja mutatni. Megvalósul minden olyan elem, ami ezt a rendezvényt az ország legkiválóbb fesztiváljai közé emelték hosszú évek munkája során. Újra teljes pompájában kerül felállításra a Borudvar, mellett az Ízek utcája Béla Király téren, nagy színpad várja szintén a Béla Király téren a szórakozni vágyókat. A jelenleg a Tolnai Vármegyeszékhely központjában zajló zöldváros projekt miatt idén több változás lesz a szüreti napok helyszínét illetően. A szüreti napok egyik fesztivál helyszínét, konkrétan a Vidán Parkot és az étkeseket, árusokat egy másik helyszínre kellett áttelepítenünk. Így megköszönve a városlakók türelmét és toleranciáját, még több közlekedési nehézséggel találkozhatunk ezekben a napokban. Az August Imre utcától a Skála áruházig több napon át a forgalom le lesz zárva, ugyanis erre a területre fognak kitelepülni az árusok, a Vidán Park és a sok-sok kiváló kézművesünk. Az útlezárások egyébként már szeptember 12-én kedden elkezdődnek. Először a Szent Gáli Gyula utcától egészen a Szent László utcáig korlátozzák a forgalmat. A Béla Király téren is már hétfőn kezdődik a színpadépítés, kedden oda is érkeznek a boros pavilonok. Megpróbálunk a Béla Király tér és a Bezerédi utcában a maximális tekintettel lenni az ott közlekedőkre, ezért forgalom irányítási zajlik a közterületfelügyelő kollégák segítségével. Lesznek időszakok, amikor sajnos az építés miatt rövidebb, hosszabb időszakra nem lehet majd közlekedni, akkor terelőútvonal a Munkácsi utca, illetve a Szent László utca felé tudnak haladni, de nem lesz egész napos lezárás, úgyhogy a forgalom irányítók utasításait próbáljuk meg követni, betartani. A szekszárdi szüreti napok tehát szeptember 14-e és 17-e között kerülnek megrendezésre. A 4 napos koncertekkel, folklór és gasztronómiai programokkal tarkított rendezvény sorozaton természetesen több, mint 30 helyi és környékbeli borászat is képviselteti magát. Kiemelt ellenőrzéseket végeznek az adóhatóság munkatársai a szekszárdi szüreti napok ideje alatt az eseménysorozat helyszínein. A revizorok az árusokat, vendéglátóhelyeket és a szolgáltatókat is felkeresik majd. Vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésre hivatali időn kívül is számítani lehet. Idén több mint 130 ezer gyerek nyaralhatott Erzsébet táborokban. Ezt a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára közölte. Hornung Ágnes azt mondta, a kormány által elindított üdültetési program leveszi a nyaralás terhét a szülőről mindamellett, hogy élményeket nyújt a gyerekek számára. Csak Zánkán és Fonyódligeten június 18-ától augusztus végéig 35 ezeren pihentek, köztük 4000 határon túli fiatal is érkezett a Balatonhoz. Iskolafoglaló projekt hét keretein belül veszik ismét birtokba alma mátereiket a Tolna vármegyei szakképzési centrum diákjai. A gyerekek az első napokon még nem tanulnak, ehelyett szórakoztató programok egész sora várja őket. A hét során a tanulók megismerkedhetnek az oktatóikkal, osztálytársaikkal, illetve a képzésekkel játékos formában.
Az idei évben a retro időszakát választották fő csapás iránynak a hétre, ahol az iskola minden zegzugát felforgató vetélkedőkben mérhették össze tudásukat a diákok egymással. A szekszárdi Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikum pedagógusai már a nyári hónapokban megkezdték a gondos előkészítési folyamatokat, hogy az iskolába csöppenő nebulók minél színesebb és érdekesebb programokkal rázódjanak vissza az előttük álló tanévre. Mi az idei tanévben a retrót választottuk fő témának, úgyhogy kollégáimmal igyekeztünk olyan színes játékos programokat összeállítani, amelyekkel egy kicsit közelebb hozhatjuk a diákokhoz a retró évtizedeit. Ők ugye ebben a korszakban nem nagyon érintettek, mi oktatók annál inkább. Hétfőn már rögtön úgy kezdtük, hogy egy nagyon érdekes retrobik elnevezésű aerobikkal indítottánk a gyerekek kollégáimmal együtt. Azon a napon sportrendezvények voltak, ott is inkább ugye a retrojátékok, sorversenyek, ugróiskola, várméta. A retro korszak alatt gyakorlatilag a második világháborútól a rendszerváltásig terjedő időszakot értjük. Érdekesség, hogy az idő előre haladtával a retro időspektruma eltolódik. Így nem ritka, ha manapság már valaki az 1990-es éveket is retrónak gondolja. A 90-es évekről kellett plakátot készítenünk, azt színezgetjük itt a végén, már nagyjából kész vagyunk, és hát reméljük, hogy nagyon tetszeni fog a tanároknak is. 90-es évekből melyik plakátot választottátok, és miért pont azt? Újságcikkekből vágtuk össze ugye a nagy részét. Hát itt nagy részt a nyárról van például szó benne, van futás, és ilyen futóverseny, meg kézilabda is. Látom a képek alapján, hogy mit gondolsz az akkori időről, az akkori hasonlókorú tinédzserekről, hogy tetszik neked ez a retro időszak? Hát én szeretem, mivel hát azért a szüleim is nagyjából ebben a korban éltek, szóval meg van elég sok testvérem, ők is azért ebben az időkorban születtek, szóval van közöm hozzá, és szeretem is. Többek között lehetőségük volt az akkori időkből származó újságcikkekből plakátokat készíteni, ahol a 90-es évek fiataljainak nyaráról és kikapcsolódásáról gyűjtöttek anyagot. Nekem a csomagolás volt a kedvenc programom. Nagyon jó volt, amikor szexádon ilyen kvízeket kellett csinálni az emlékművekről. Nekem nagyon tetszik ez a hét. De még nem a retro korszakában születtél, hogy álltál ehhez az időszakhoz? Hát nagyon-nagyon jó volt, meg jó feleveníteni a régebbi dolgokat, meg az emlékeket, és akkor így elszköthető programokat csinálni. Az eseménysorozat pénteken gála műsorral zárul, ahol az elkészült projekttermékek kivetítésre kerülnek az osztályok előtt. A legjobb helyezettek pedig díjakban részesülnek. Számos ösztöndíj lehetőség várja idén is a szakképzésben tanulói jogviszonnyal rendelkező diákokat. Az első időszakban általános térítés jár a tanulóknak, később a duális képzésben résztvevők a támogatás mértékét jelentősen meghaladó munkabért kaphatnak. A végzős évfolyamon tanulók pedig akár bruttó 300 ezer forint pályakezdési juttatásban is részesülhetnek. Az idei tanévtől duplájára nőnek az ösztöndíjak a dobbantó programban és a műhelyiskolában tanulók számára. A duális képzésben résztvevők a minimálbér 43-72%-ára számíthatnak, tehát munkabérük elérheti a bruttó 168 ezer forintot is havonta. Hőseikről emlékeztek meg a nagymányoki nyugdíjas bányász szakszervezet tagjai. Az ünnepséget Krausz Péter érdekképviseleti vezető nyitotta meg. A koszorúzáson részt vett Bartucz Máté nagymányok, Bőte István kismányok, Szíbert Éva várai polgármestere és a helyi egyesületek vezetői. A képzőművészeti alkotást 1997-ben azon bányászok emlékére állították nagymányokon, akik munkájuk során vesztették életüket. Átadták az utolsó szakaszt is abból a 11 helyszínt magába foglaló projektből, amelynek keretében teljesen megújult a Bonyhádi Ficánka óvoda előtti járdarész. A gyerekek egy barátságos derbi versenyen próbálhatták ki a kis motorokkal a területet. A futam után mindenki jutalomban részesült. Minden évben jelentős törekvést tesz Bonyhád városa az utak és járdák állapotának karbantartására, illetve javítására.
Ezen területek fejlesztése már a tavaszi időszakban megkezdődött, amire idén nagyobb összeget fordított a település. 2023-as évi költségvetésben 50 millió forintos keretet biztosított az önkormányzat a Bonyhádváros területén lévő járdák, árkok és parkok felújítására. Ezt a döntést későbbiekben még 35 millió forinttal kibővítettük, ezért idén mindösszesen 85 millió forint állt rendelkezésre arra, hogy ezeknek a járdáknak a felújítását, újabb parkolók építését, illetve a meglévőknek a felújítását elvégezhessük. Soha nem állt még egykora összeg rendelkezésre ilyen célra. Nagyon örülök annak, hogy erre lehetősége volt az önkormányzatnak, hogy saját forrásból mindezt megvalósíthatta. És itt a mai derbis felavaton pedig csak jelképesen a legutolsó az idei évben elkészült felújítások egyikénél tartottunk egy jelképes szalagvágást. Az önkormányzat a 2023-as költségvetésben 50 millió forintnak megfelelő összeget különített el a járdák, árkok és parkolók megújítására. Ezt a döntést a későbbiekben további 35 millió kibővítésével toldották meg, így összesen eddig még soha nem látott 85 millió forintos saját forrását rendelkezésre a város burkolatainak javítására. Ugye, ahol most állunk, ez itt az óvoda és az iskola között átvezető, most már aszfaltburkolatú út, itt egy korábban egy betonburkolatú, eléggé leromlott állapotú járda volt, ennek a megújításával lezárult egy 11 projektelemből álló burkolatfelújítási munkasorozat. Ez a 11 helyszín a központi járdákat, a Szabadságtér, Széchenyi utca, Gyár utca. Elkészült egy parkoló a Bezerédi utcában, a Mónus Illés utcában valósult meg új stabilizált patka építése, az Európa pékség előtt két ütemben bővítettünk parkolót, összesen nagyjából egy ilyen 1000 négyzetméteren újult meg térkőburkolat, nagyjából 800 négyzetméteren készült új aszfaltburkolatú járda, és a központban mintegy 1500 négyzetméterben új térkőburkolattal megújult a teljes városközpont. A kivitelezés utolsó szakaszának átadására szerdán került sor, így lezárult a 11 helyszínből álló projekt. Hát rendkívül fontos számunkra, hogy ez a járda szakasz elkészülhetett, mert sokan jönnek a gyerekek kismotorokkal, biciklikkel, nagyon fontos számunkra az egészséges életmód, támogatjuk őket abban, hogy minél több mozgást végezzenek, és ehhez természetesen hozzájárul a közlekedés, és hogy most ez a gyönyörű szép járda elkészült, ennek nagyon-nagyon örülünk. Szoktunk sportrendezvényeket is rendezni itt az óvodában, így van, amikor például autómentes világnap van, akkor a kis motorokkal, megjött egy kisgyermek, megyünk motorokkal körbe, úgyhogy ez így nagyon jól hozzájárul ahhoz, hogy balesetmentesen ezeket véghez tudjuk hajtani. A Ficánka óvoda előtt Fáji járdaavató derbi néven lett meghirdetve kicsiknek és nagyoknak egy barátságos motoros verseny, ahol a gyerekek jutalomban részesültek. Magyarországon 2010-hez képest mostanra mintegy 90%-kal nőtt a bölcsődei férőhelyek száma. Az akkori állapothoz képest mostanra háromszor annyi településen vehető igénybe a szolgáltatás, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön. Vitályos Eszter arról beszélt, hogy ma már négyszer több ilyen intézmény van az országban, mint 2010-ben. Jelenleg csak nem 10 000 új férőhely kialakítása van folyamatban. Idén már 16 kéménytűz volt Tolna vármegyében. Az ilyen esetek száma az egyre közeledő fűtési szezonban mindig megemelkedik. Pedig a füstelvezetők tisztítása a legtöbbek számára ingyenes, csupán meg kell rendelni a szolgáltatást. Füstgázelemzést fogunk most eszközölni, bekapcsoljuk a készüléket. Gázkazánt ellenőriznek a kéményseprők ezen a videón. Az őszi időjárás közelettével egyre több munkájuk van a szakembereknek az egész országban. A szolgáltatás a magánszemélyeknek ingyenes, de sokan még így is elmulasztják a megrendelését. A megrendelés módja, ugye említettem a beszámolóban is, 18-18-9.1-es melléken központilag tehető meg. Valahol az országban kolléganő fölveszi a megrendeléseket és továbbítják hozzánk. Tehát mindenféleképpen meg fogjuk kapni, illetve van egy irodai telefonszámunk, ami egy mobilszám, az a 70-es, 658-1425-ös, és személyesen a Szekszárd-Mikes utca 16-22-be
jöhetne. A problémát a legtöbb helyszínen az okozta, hogy a tulajdonosok nem tartották karban a kéményeket. Nagyon sok minden okozhatja ezt a problémát a szűkülő keresztmetszet kapcsán. A korom kátrányosodást nem kell egyébként azt gondolom külön említeni, de lehet akár egy fizikai akadály például, ami a keresztmetszetet szűkíti, akár egy fészek is, ami egy madár például, hogyha befészkelte magát itt a nyári időszakban, tehát így a kéményseprőket minden esetben még a most célszerű egyébként így tárcsázni, itt a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon, és azon belül pedig a 9.1-es menüpont alatt lehet ezt a szolgáltatást megrendelni. Idén augusztus 31-ig már 16 esetben kellett kéménytüzek miatt vonulniuk a lánglovagoknak Tolna vármegyében. Tavaly összesen 25 ilyen alkalom volt. Regionális híreink következnek. A sofőröket fizetnék meg a haverok helyett. Rendbe tennék a pécsi buszos céget a fideszesek. Népszerű volt a Balaton júliusban, rekord számok a hazai turizmusban. Sportos és közösségi képzések indonéz fiataloknak. A távol-keleti ország legjobbjait küldték Pécsre. A buszvezetők bérének rendezése nélkül elképzelhetetlen a pécsi tömegközlekedési helyzet rendezése, mondta a városi Fidesz önkormányzati képviselője. Barkóczi Csaba szerint Péter fiék a vezetőket, politikai szövetségeseiket, baráti ügyvédeiket fizetik meg busásan a cégnél. Van olyan ügyvéd, aki 35 ezer forintos óradíjat számláz le az önkormányzati cégnek. Közben nem képesek 200 forintot emelni a buszvezetők órabérén, aminek a következménye a sofőrök hiánya, ez pedig a nekünk nyilatkozó politikus szerint járatkimaradásokat és menetrend szűkítést jelent a mindennapokban. Kevés ez, ezért a munkáért kevés az a pénz. Ezt mondta egy utas júniusban a pécsi buszvezetők alapórabérére, mikor megtudta stábunktól, hogy mennyit kapnak a helyi járatokon dolgozó sofőrök. A szakszervezet is több pénzt szeretne nekik. A pécsi buszközlekedés bonyolító Tükebusznál vezetőcsere volt a nyáron. Az új igazgatót bérigénnyel fogadták a cégnél. Az új igazgató Skotnik Tibornak a munkába állásakor írtam el, írt a szakszervezetünknek egy levelet, hogy az 1800 forintos alapórabért azt emelje föl 2000 forintra szeptembertől, hogy legyen ez az elsődleges tevékenység, amit végrehajt, ugye. Mert nem jönnek különben ide újak. Mert a Volán busznál ugye volt 18,5%-os emelés a január 1-től, ugyanúgy, mint a Tüke busznál, itt 20%-os emelés volt, de itt 1800 forint lett most, ott meg 1955. Ez a különbség elég, hogy a buszvezetők a Volánt válasszák. A Tükénél alig van 40 év alatti gépkocsi vezető. Az idősek folyamatosan mennek nyugdíjba, és nincs helyettük más, mondja a szakszervezeti vezető. Azonban a bérek nem nőttek június óta a cégnél. A legnagyobb probléma a város tömegközlekedésében az a humán erőforrásnak, a sofőröknek a hiánya, amit egyetlen egy módon lehet csak orvosolni, a sofőrök bérének az emelésével, versenyképes buszvezetői bérek garantálásával. Ezt nem akarja elfogadni a baloldali városvezetés, inkább a vezetőket, haverokat fizetik meg a sofőrök helyett, mondta a városi Fidesz frakció tagja szerdán. Nem az igazgatóság MSZP-ből oda delegált tagjainak kell kiemelkedő juttatásokat nyújtani a városnak, nem a vezérigazgatónak kell 160%-os béremelést nyújtani, ahogy az történt az elmúlt két esztendőben, miközben egyébként a sofőrök béremelése még az inflációt sem követi, és nem állapot az sem, hogy egy baloldali ügyvédi kör, miközben a városi tömegközlekedés a csőd szélén vergődik, szabályosan kiszipolyozza a Tükebuszt. Tavaly kikértük a közérdekű adatigénylésben a Tükebusz szerződéseit, és van olyan ügyvéd, aki bruttó 35 ezer forintos órabérért dolgozik a busztársaságnál. Az ügyvédnek kifizetett óradíj több napi bére egy buszvezetőnek, miközben a társaságnál nem akarnak 200 forintot emelni a buszvezetők alap órabérén, mondja a politikus. Ezt a helyzetet változtatná meg a jobboldali párt a sikeres önkormányzati választás után. A sofőrök bérének rendezése lehet az alapja egy jól működő helyi tömegközlekedési cégnek, a képviselő szerint.
A 2019-es rekordév adatait is felülmúlta a hazai turizmus júliusi eredménye. A 6,4 millió vendég éjszaka 80%-a vidéki szolgáltatónál jelentkezett. Közülük is kiemelkednek a balatoniak, amelyek 2019 azonos időszakához viszonyítva is 11%-os növekedést mutatnak, derül ki az idegenforgalmi statisztika legfrissebb adataiból. Népszerű volt a Magyar Tenger júliusban a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint. A hazai szálláshelyeken 2,2 millió vendég pihent, ami 4%-os emelkedést jelent az előző év és 13%-ost a 2019-es rekordév júliusához képest, derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményéből. A 6,4 millió júliusi vendégészaka mintegy 20%-a 1,3 millió köthető Budapesthez, amíg a Balaton turisztikai térségében 2,2 millió éjszakát töltöttek a turisták a nyár második hónapjában. Július az kifejezetten jó számokat mutat az ENTAK adatai alapján, és én bízom benne, hogy augusztus is szintén hasonlóan jó számokat fog mutatni, bár tudjuk, hogy az első pár hét az elég esős volt, de ennek ellenére így is nagyon sokan jöttek, és hát a hónap vége az pedig tökéletes, igazi forró strandidővel zárt. A folytatás is jónak ígérkezik a szeptemberi foglalási adatok alapján, mondja Fekete Tamás. Ebben az időszakban elsősorban a gasztronómia és az aktív turisztikai szolgáltatások dominálnak. El lehet mondani, hogy elindultak a szüretek a Balatonon, rengeteg helyen lesznek szüreti programok, újborral kapcsolatos programok. Zajlik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém Balaton projekt is, amelynek keretében még több száz program fog az idei évben megvalósulni a térségben. És hát az aktív turizmus az egész évben pörög, a kerékpáros turizmus az úgy gondoljuk, hogy az őszi szezonon is nagyot fog lendíteni. A Balaton turisztikai régió ma már többet nyújt, mint csupán fürdőzési lehetőséget. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a Magyar Tenger környéke minden évszakban kínál tartalmas kikapcsolódást, tette hozzá Fekete Tamás. Meggyőződésem, hogy azok a fejlesztések, amelyek a szolgáltatási szerkezetet is érintették, és itt kifejezetten gondolok a kerékpáros turizmus és a gasztronómia, valamint a szálláshelyfejlesztési projektekre, ezek beértek, és látható, hogy óriási igény van rájuk. Ma már a hozzánk érkező vendégek nagy része szereti aktívan eltölteni a nyaralását, szeretnek meg a pénzükért megfelelő minőséget kapni az emberek, ami teljesen természetes, és a Balaton ebben nagyon-nagyon nagyot lépett előre, köszönhetően a Kisfaludi programnak, köszönhetően a Balaton Bike 365 kerékpáros projektnek. Az elkövetkező napok időjárása kedvez is a kirándulóknak, hiszen marad a napos, nyárias meleg hétvégén is, de számos program is várja a Balatonhoz érkezőket. A Pécsi Tudományegyetem már harmadik alkalommal fogad indonéz hallgatókat az ottani kormány által elindított kiválósági ösztöndíj program keretein belül. A programba a világ minden részéről 500 egyetem pályázott, amelyek közül összesen csak 130 intézményt választottak ki fogadó intézménynek. Ők azok az indonéz hallgatók, akik az őszi szemesztert a Pécsi Tudományegyetemen tölthetik. Ezek a fiatalok az indonéz kormány ösztöndíjprogramjában vehetnek részt, ezért lehetnek Pécsen. A hallgatók sok ezer kilométert tettek meg, hogy városunkban tanuljanak. Arról, hogy miért éri meg nekik, Tarrósi Istvánt kérdeztük. Hát egyfelől mindig is megéri a mobilitás mindenkinek, hogyha egy helyről egy másik helyre elmegy, és megtapasztal egy másik kultúrát, abból tanul, különböző tapasztalataiból esetleg merítkezve, sokkal jobb mondjuk lesz a lehetőség a munkaerőpiacon azt követően, és nekik érdekes mondjuk Európába, Kelet-Közép-Európán keresztül megismerni sok tudást, tapasztalatot, amit mi itt felhamoztunk a történelem során, illetve a magyar egyetemek minőségi oktatása az egyértelműen hívószó. Magyarországról egyébként a Pécsi Tudományegyetem immáron harmadik éve, illetve a Szegedi Egyetem vett és vesz részt ebben a programban. Tehát nekünk jó az, hogyha a minőségi oktatási programjainkba jó hallgatókat tudunk behúzni, akár Indonéziából is, nekik pedig megéri az, hogy egyébként minőségi európai egyetemekre, így a Pécsi Tudományegyetemre jöjjenek tanulni. Az akadémiai programot az egyetem két kara biztosítja a kiválósági ösztöndíjas hallgatók számára, akik a tanórák mellett szakmai gyakorlaton is részt vesznek a szemeszter során. Ebben az évben két kar
vesz részt a Pécsi Tudományegyetem 10 karából a programban, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, illetve az Egészségtudományi Kar, és az Egészségtudományi Kar új belépő valójában a PTI életében, az indonész programban. És az a lényeg, hogy a hallgatók, akik érkeztek, ez a 40 hallgató ebben a tanévben, erre a fél évre, valójában szakmai gyakorlatokkal egybekötött. Tehát ténylegesen a karok által felajánlani, tehát elérhető és felajánlott mondjuk külső partnerségi körben is meg kell, hogy méretessék magukat. Dolgoznak tehát civil szervezetekkel, dolgoznak olyan különböző intézményekkel, amelyekkel a karoknak kapcsolata van, és ténylegesen szakmai fókuszú, gyakorlatorientált lesz ez a fél évük. A 40 ösztöndíjas hallgató 11 indonéz egyetemről érkezett, és nagyon komoly felvételi folyamat révén került be. Az ösztöndíj programba sok ezer diák próbál felvételt nyerni, őket több körön keresztül az indonéz kormányzat válogatja. A legjobb hallgatókat a tanulmányi előmenetelük, nyelvtudásuk és motivációjuk alapján vizsgálják meg, majd küldik el őket a programban résztvevő egyetemekre. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Szekszárdi szüreti napok. 4 napon keresztül színes programkavalkáddal készülnek a szervezők. Játékos feladatok az iskolákban. Projekthetet tartanak a Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben. Barátságos járdaavató derbi. Megújult környezet várja a bonyhádi gyerekeket. 16 kémény tűz augusztus végéig. Sok gondot okoznak a füstelvezetők, pedig van ingyenes segítség. Pénteken sem érkezik változás a légköri helyzetben, marad az ömében felhőtlen, napsütéses, csapadékmentes időjárás. Éjszaka 1-2 fokot tovább mérséklődik a lehűlés, de még így is friss lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!